gyerekek, hol vagyok és hova megyek. Minél hosszabb egy megbeszélés, annál kevesebbet érünk el vele. Tim Cook. Hányszor? Hányszor volt egy olyan megbeszélésen, amin úgy érezted, hogy teljesen felesleges jelen lenned? Pontosan ez a mai témánk, a megbeszélések, meetingek. Ugyanis nagyon sokszor van az az életünkben, hogy rengeteg időt eltöltünk olyan meetingeken, megbeszéléseken, főleg, hogyha minél nagyobb vállalatoknál dolgozunk, amik nem igazán segítik a mi produktivitásunkat és a haladásunkat. Képzelj el egy olyan napot, ahol nem lennének meetingek. Milyen érzés lenne, mennyire tudnál haladni, hogyha ezek a dolgok nem tartanának téged fel azokban, amiket el szeretnél érni. Ezek a meetingek a legtöbbünk munkájából rengeteg időt visznek el. Főleg akkor, hogyha még azt is hozzávesszük, hogy mennyi meeting nem éri el a célját. Tehát valamiért összeívek, de amúgy meg semmi sem lesz vele, és csak arra emlékszünk mi vissza mondjuk egy ilyen évértékelésen, hogy hány 10 vagy 100 óra ment el totál feleslegesen. A hatékonyság jegyében összegyűjtöttem néhány olyan trükköt, amit egyből fogsz tudni hasznosítani, ahogy megnézed ezt a vlogot, vagy pedig mondjuk megvetted a könyvemet, ugyanis miről is szólnak ezek a napi vlogok, és miért vannak meg, ki vagyok én? Hát hadd mutatkozzam be! Engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG könyvek kiadásában, az a címe, hogy Válj valóra, én márka a hatékonyságnövelés és lifehackek. Megrendelhető már, link a like-omba alatt a leírásban, és most ahova megyek, nagyon izgalmas, intro után meglátjuk. Jó napot, Szántó Péternek hívnak, és szerintem ott is van egy csomagom a könyvvel. Mi ez itt? Mi ez itt? Mindenbe beleakad. Hát, eljött a pillanat. Nagyon izgalmas, és az egészet megörökítem. Vegyük ki a könyvet. Itt van! Annyira izgatott vagyok, hogy itt jár egy ilyen fa. Leesett a kamera, mindegy. De itt a könyv! Itt van! Nézd meg! Írtam, és van egy könyvem! Azt a... Úr... Isten! Ez egy annyira, ez egy olyan régi álmom volt, olyan régi álmom, de hát hogyha követed már a vlogot, akkor tudhatod, hogy mi az út, és az útnak egy állomása, de lehetne mondani is egy vége, vagy a kezdete, hogy itt fogom a kezembe, és ettől a pillanattól, hogyha besétálsz, hogy én besétálok egy Libribe, vagy valamilyen könyvesboltba, ott lesz a könyv, ott lesz a többi könyv között. Van minden. És nagyon durva, és olyan hálás vagyok a HVG-nek, tényleg, hogy hittek benne, hogy segítettek, hogy megtanítottak könyvet írni. Nagyon-nagyon durva. Megszagoljuk? Könyv. Gyönyörű. Ott virít benne a képem. És kiírta az ajánlást, ezt még nem is meséltem. Gerendai Károly!
innen is, hogyha véletlenül nézed ezt, Karcsi, nagyon-nagyon szépen hálás vagyok sok mindenért, de külön köszönöm. Az egész talán azért is jöhetett, nagyon-nagyon sok tényező, amit most nem fogok ebben a vlogban elmondani, de rengeteg faktorból állt, hogy ez létrejöhetett, de ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy mindig úgy a dobozon kívül gondolkoztam, és ez igaz az egész életre, és hogyha ebbe a kis napi vlogba tettem be, ami a meetingekről, tárgyalásokról szól, hogy egy kicsit vissza is tereljem a témát, hát pontosan az, hogy át tud szervezni a meetingeket, és hatékonyabban tud az idődet tölteni, pontosan a think outside of the box, dobozon kívül kell gondolkozni, hogy ez ennek a tekintetében mit jelent, azt menjünk tovább, még pár dolgot át kell vennem, de hát nyilván ez volt a legizgalmasabb. Ott elmondom, most még egy kicsit újjongok. Menjünk tovább. Sose tévezd szem elől azt, hogy mi a meetingnek a célja. Seth Godin ezt úgy fogalmazza meg, hogy három célja lehet, három kategóriába lehet osztani egy meetingnek a célját. Az egyik a tájékoztatás, a második az egy ilyen iránymutatás, kvázi megbeszélés, a harmadik pedig a jóváhagyás. Aminek nincs egy ilyen fix célja, azt ki kell iktatni. Az nem egy jól struktúrált meeting igazából. Na, ahogy mondtam, most még fel kell szednem néhány csomagot. Vegyük fel! Teremtsd meg a meeting körülményeit. Az egyik legjobb hack, amit valaha hallottam, ki máshoz, mint Steve Jobshoz köthető, azért is sétálok, mert az a neve, hogy Steve Volk. Steve Volk ugyanis Steve Jobs előszeretettel alkalmazta azt, hogy amikor valakivel egy olyan megbeszélése volt, amihez nem feltétlen kellett, hogy egy teremben üljenek, vagy notebookot, táblát használni, akkor azt mondta, hogy menjenek el sétálni. Ilyen egyszerű az egész. Teljesen más a mindset, tehát a hozzáállásunk akkor, hogyha sétálunk, azért is sétálva mesélem el. És amikor én erről olvastam és tanultam, hát puding próbálja az evés, kipróbáltam. És hát tényleg nagyon jó. Tehát lehet, hogy előtte az agendát mondjuk e-mailben egyeztethetjük, amúgy az e-mailezésről lesz, vagy volt vlogban itt a link. Szóval értitek, van az e-mailezésről is egy külön vlog. Na de, ezek a sétáló meetingek azért jók, mert ugye nézelődünk olyan, mintha egy baráttal mennénk valahova, és pont azt a feelinget veszi ki, hogy ez egy ilyen nagyon kötött dolog kell, hogy legyen. Az ilyen szilíciumvölgyi innovatív cégeknél, mint például a Facebooknál, vagy ugye az Apple-nek az új ilyen űrhajószerű kampuszán, pontosan azért van rengeteg szabad terület, zöld, hogy az emberek csak sétálva meetingeljenek, és amikor gondolkozunk, csak egyeztetünk valamit, vagy lehet, hogy egy ilyen kreatív folyamatot is bele lehet rakni, arra próbáld ki a Steve Walkot, azaz a sétáló meetingeket. Nos, a következő pont, amiről beszélni szeretnék, hogy jelölj ki megfelelő helyszínt a meetingekre. Hát ez, itt a kis garázs raktárunk, ez nem az, itt most meg kell keresni valamit, de a meeting kapcsán, ami fontos, hogy legyen meg, hogy hol van a meeting, mivel foglalkoztok és mivel nem, az egy nagyon jó trükk, hogyha megkéred az embereket, hogy a meeting előtt készüljenek fel és küldjék el, hogy mikről szeretnének beszélni. Sőt, lehet tartani egy ilyen villámkört, hogy mondjuk 15 másodperce mindenki mondja el, hogy bármit hozzá szeretne az elején tenni a meetinghez. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy felkészülten érkeznek az emberek. És nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdjük, elmondjuk világosan, hogy ez miért van, meddig tart, miről szól és mi a céljunk.
érdemes kijelölni valakit, aki az egészet moderálja, és valaki jegyzetel. Ha nem te vezeted, de mondjuk szeretnél fontos megbeszéléseken részt venni, akkor megteheted azt, hogy jelentkezel arra, hogy te írod a memót, és kiküldöd mindenkinek ezáltal. Sokkal hamarabb előre tudsz jutni, és egy ilyen nélkülözhetetlen része leszel igazából olyan megbeszéléseknek, ahol lehet, hogy nem lenne rá szükség. Igaz, hogy ez pont az ellentetje annak, amit javaslok, hogy kevesebb meetingen vegyél részt, de hogyha a karriered elején vagy, vagy szeretnél feljebb jutni, akkor ez egy jó kis hack. Megvannak a dobozok. Hát az a helyzet, hogy eladom a drónomat, de nem maradunk drón nélkül, hiszen a drón az nagyon fontos. Viszont mivel beruházok valamire, amit hát nyilván jó youtuberhez híven még nem mondhatok el, hogy mi lesz, bár aki követ rendszeresen, ő akárki is ki is lehet találni, hogyha van tipped, hogy mi ez, akkor a kommentekben írd meg. Na de amiről beszéljünk, az a agilis módszertan, ez egy ilyen szervezet, vezetési dolog, amiben van sok ceremónia, ami kvázi meetinget jelent, és a daily stand-up, ahogy a napot szokták az agilis módszertan szerint indítani, ott van egy baromi jó ötlet, mégpedig az, hogy amit át tudunk venni meetingekre, vagy amikor beszélgetünk valakivel, ez lehet nyilván napi szinten a csapattagokkal, de akár heti, vagy valamilyen negyedéves, bármilyen rendszeres meetingen. Na ez a következő. Az első kérdés az az, hogy mi az, amit elvégeztünk az előző nap. A második az az, hogy mivel fogunk ma foglalkozni. A harmadik meg, hogy van-e bármilyen fennakadás, olyan akadályozó tényező, vagy valaki, akitől várunk valamit, ami miatt nem tudunk a saját feladatainkkal haladni. Ha ezt a hármat nyilván úgy kell a kérdéseket átalakítani, úgy kell nyilván az adott meetingre szabni, de hogyha ezt a három területet egy meetingen átbeszéljük, és azt az egy célt meghatározzuk, hogy simán csak az a célja a meetingnek, hogy tisztán lássuk, hogy ki hogy halad a feladatával, vagy mit gondol egyes dolgokról, már úgy tudunk egy meetingen részt venni, hogy valamilyen haszna legalább van. Úgyhogy agilis módszertan, daily stand-up könyvemben amúgy sokkal részletesebben írok róla, de most megint váltsunk helyszínt, pörögünk tovább, mert hát még nagyon messze van ennek a napnak, ennek az izgalmas napnak a vége. Hát ez az, hol van ennek a napnak a vége. Editáló Peti jelentkezik. Nagyon durva nap volt, és most, ahogy így editálom amúgy, hogyha egybeadnám le, az 22 perc lenne, most tartunk 12,5 percnél, 13-nál, úgyhogy itt megszakítom, holnap folytatjuk. Ha most találkoztunk először, és nem szeretnél lemaradni, mert ugye jön a második része még ennek a vlognak, akkor mindenféleképpen nyomj el a feliratkozás gombra, mellette pedig nyomd be a csengőt, lájkot is küldd el valakinek, ha úgy gondolod, hogy ez érdekes lehet. Lájkomb alatt megtalálható minden, bocsi, megint becsörögtem, szóval lájkomb alatt könyv megrendelhető, kedvezményesen tőlem dedikáltan is, ott vannak az információk, hogyha szeretnél beiratkozni a képzéseimre, ingyenesen kipróbálható, de egyből, hogyha mély vízbe szeretnél menni, akkor iratkozz be a teljes kurzusra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, holnap találkozunk, remélem. Szia! Sziasztok!